Nos, hiszem, hogy az önszeretetnek megvannak a szintjei. Az emberek sokszor összekeverik a puszta élvezettel, pedig a kettő nem ugyanaz. Minél elégedettebbek vagyunk, minél jobban szeretjük önmagunkat, annál kevésbé van szükségünk arra, hogy a környezetünkhöz forduljunk szeretetért. A szeretetet és a szükségletet sokan összekeverik. Tehát, ha van két személy, és ami azt illeti, maga a kapcsolat nem csak két emberről szól, hiszen különböző dolgokat kapunk különböző emberektől, akik érintik az életünket, és nem kellene egyetlen emberre korlátoznunk a kapcsolódásainkat. Nem arról van szó, hogy nem lehet intim kapcsolatod. Azt mondom, számos kapcsolatunk van, amik ugyan annyira fontosak a nagy képet illetően, hogy kik is vagyunk, mint lelkek az úton. Nem szerethetünk csak egy embert, és vedhetjük meg a többit. Ennek kiegyenlítettnek kell lennie, igaz? De egy kapcsolatban, amikor férfiról és nőről beszélünk, akkor az első számú dolog, hogy ugyanaz legyen a cél. Ha van egy célod, hogy valóban a legjobb legyél, és az vagy, aki ugyanazt akarja, mint a másik, akkor ugyanabba az irányba tartotok, és ha a szenvedélyed az, hogy megváltoztasd a világot, ha a szenvedélyed az, hogy véget vess az éhezésnek, ha a szenvedélyed az, hogy megold a globális felmelegedést, ha a szenvedélyed az, hogy a példádon keresztül vezess bármi is a szenvedélyed, akár az, hogy bőségben élj, ez tök oké. Az a két ember, akik ugyanazt a célt osztják, akik ugyanabba az irányba tartanak, ha ezt megértik, hogy az evolúció azt jelenti, hogy lesznek dolgok, amikben egyetérthetünk. És azt, hogy a legjobbat adom magamból, és te is a legjobbat adod magadból, akkor van valami közös bennünk, és amikor nem vagyok a legjobb, elnézést kérek, és nem tőled várom, hogy jobban érezzem magam. Biztosítalak felőle, hogy vagyok annyira független, hogy amikor visszakapcsolódom hozzád, akkor ünnepelni fogjuk a győzelmünket. Megvan a te világod, és nekem is az enyém. Vágjunk bele! És amikor kapcsolódunk, menjünk biztosra, hogy tükrözni fogjuk egymásnak, amit tanultunk. Ha megragadtam, és szükségem van egy új nézőpontra, tudni akarom a tiédet, de csak akkor, ha kérem. Ha készen állok kérni, akkor add nekem a legnagyobb igazságodat. Ezt teszik a nagyszerű kapcsolatot, így támogatjuk egymást. És akkor ez egy adok-kapok lesz, ami azt jelenti, hogy fogunk hibázni. Lesznek kihívások. Egy program bizonyos szempontjait fogod mutatni, amikor be vagy kapcsolva, és ezzel nincsen probléma. A kérdés az, meddig maradsz benne. Mert ha benne maradsz, lehet, hogy olyasmit mondasz, hogy ezt vagy azt akarod a tudatos elméddel, de a tudat alatti valami mást mond. Az emberek ébrednek az úton, és az utazáshoz nagy erőfeszítésre van szükség. Ápolni és táplálni kell a teret az ilyenfajta fejlődéshez. Akik ezt jól csinálják, akik öntudatosak, nekik nem kell dolgozniuk a kapcsolatokon. Én nem fogok dolgozni a kapcsolaton, mert nem az én dolgom. Ha dolgozom egy kapcsolaton, akkor az nem áramlik. Ha te is a legjobbat adod, és én is, és ünnepeljük az erőfeszítéseinket minden egyes nap, és egy másik lehetőség felüti a fejét, és mi megbeszéljük, hogy hogyan lehetne jobban csinálni, megvárom, hogy végigvidd a gondolatodat, és megkérdezem, hogyan tudlak támogatni, hogyan tudom ezt kihozni belőled. Mi lenne a legjobb dolog, ha szem elől tévesztenéd a célodat, ha kegyvesztetté válnál, akkor abban a pillanatban mit szeretnél, hogy mit mondjak, ha észreveszem? Mondd el pontosan a szavakat. Például, hogy megint azt csinálod, nem ilyen bénán, hanem megint azt csinálod. Így a személy vissza tud térni a céljához, és ez létre fog hozni egy nagyszerű köteléket. És ez a kapcsolódás igaz szeretetre épül. Tehát, amikor van egy kapcsolatod, ahol le tudod küzdeni az igényeidet, ahol le tudod küzdeni a hiedelmedet, hogy egy kapcsolat azon a megfigyelésen alapul, ahogy a saját szüleink bántak egymással, amikor
tényleg valami nálad sokkal nagyobb dolgon munkálkodsz, mint egy cél, vagy az igazság, és ugyanazt a célt vállaljátok, akkor létrejön egy kapcsolódás, ami automatikus és megfoghatatlan, és kevesebb melóba kerül, mert nem a kapcsolaton dolgozol, hanem saját magadon. Szerintem meg is vannak a közösségünkben azok az emberek, akik ezt gyönyörűen mutatják. És a mellékhatása az, hogy jelen van a varázslat az életükben. Szerintem, amikor az emberek, akik elérnek arra a pontra, ez megtörtént már velem és sokakkal a közösségünkben, ahol elérnek egy bizonyos szintet, egy bizonyos állapotot, ahol megvan minden, amire szükségük van, az alapvető dolog, ami ezekkel az emberekkel történik, hogy elkezdenek azon dolgozni, hogy hogyan lehet változtatni a világon, mit hagyok hátra, miért akarom megváltoztatni a világot, akár így, akár úgy. Azt hiszük, akarjuk azokat a dolgokat, de amit valójában akarunk, hogy hozzájáruljunk a világhoz. Szóval, amikor egy nagyobb célunk van, mint mi magunk, ez a motiváció legnagyobb formája, a küldetés motiváció, a feladat motiváció, a cél motiváció. Amikor egy önzetlen víziónk van, ami nagyobb nálunk, arra vagyunk behuzalozva, hogy az legyünk, az a lény, az az élő organizmus, amit embernek hívunk, és ebben a mostani korszakban az önző egyéniség ideje el kell, hogy múljon, mivel egy faj vagyunk. Egy élő organizmus tagjai pedig törődnek egymással, meggyógyítják egymást, tanítják egymást, inspirálják egymást, adnak egymásnak, szolgálják egymást. Ezt csinálja egy élő organizmus. Együttműködnek, kommunikálnak, összejátszanak. Így működik. Közösségre vagyunk beállítva. Arra, hogy közös egységeket, közösségeket hozzunk létre, és ez a közösség a szeretet frekvenciájára épül. És amikor szeretetből jössz, egy másik tudatossággal érkezel, és már nem rólad szól. Annyira elképesztően érzed magad, hogy érzed, hogy nem múlik el, hogy az egyetlen dolog, amit tenni akarsz, hogy másoknak is megmutasd, hogy ugyanazt érezzék, amit te. És csak úgy tudod megtenni, hogy adsz. Azt mondjuk, elképesztően érezzük magunkat, és azt akarom, hogy te is így érezd, mert nekem nincs rá szükségem, vedd el. Ez a fajta közösség szembe megy a mostani helyzettel, ami a világot jellemzi, ahol minden összeomlik, de most itt van az idő, amikor meg kell mutatnunk, hogyan néz ki ez az új közösség, amikor kapcsolatban vagy, amikor közösségben vagy, amikor igazi barátságaid vannak, ahol az egyének csak azért adnak, mert valami nagyon szokatlan velük kapcsolatban, és eléggé méltó vagy rá, hogy kapj, és érzed ezt az érzést, hogy kaphatsz, és másnak is adni akarsz, ahol létrehozol egy teljesen más tudatosságot, egy közös egységet vagy közösséget teremtesz, ami a szeretet frekvenciáján kapcsolódik, amikor a szeretet a közös frekvencia, akkor nagyon nehéz megbontani azt a közösséget, mert ez a ragasztó tartja őket össze. Ez az én vízió, ahova szeretnék eljutni ezzel. Annyira elképesztően érzed magad, hogy másoknak is meg akarod mutatni, hogy ugyanazt érezzék, amit te. Szia, Balázs vagyok. Köszönöm, hogy benéztél. Ha tetszik, amit látsz, nyugodtan iratkozz fel a csatornámra, és kövesd a Kezd Kicsiben oldalt Facebookon és Instagramon.